A hang sebességének mérése álló hullámokkal. Itt látható a szükséges kísérleti eszköz, egy hangvilla, amelynek ismerjük a rezgés számát, 256 Hz. Egy üvegcső, benne víz, és egy másik üvegcső, amit itt beosztott, van rajta beosztás, 5 cm-enként. A kísérletnek az a lényege, hogy megkeressük azt a helyet, változtatva azt a részt, ami kilóg a üveghengerből, itt sajnos ez már eltörött korábban. Tehát ezt a távolságot kell megmérni, miközben figyeljük a hangnak a erősödését. Egy bizonyos ponton felerősödik a hang, ekkor megmérve a vízszint és az üvegcső tetejének a távolságát, ebből és a hangvilla frekvenciájából meg lehet határozni a hangnak a terjedési sebességét. Itt látható az a kísérlet elvi vázlata, és hogy hogyan is lehet a hang terjedési sebességét meghatározni. Ehhez azt kell tudni, hogy amikor a hullám zárt végen verődik vissza, ott mindig csomópont van, nyitott végén pedig mindig duzzadó hely. Így, amikor az első ilyen erősítési távolságot keresünk, akkor látható, hogy ez a hullám teljes hullámhossznak a negyed része. Vagyis, ha megnézzük ezt a távolságot, akkor és azt megszorozzuk négyen, megkapjuk a hangnak a hullámhosszát, és ugye a C egyenlő lambda szor F összefüggésből így a terjedési sebesség meghatározható, az F tehát a rezgés száma a hangvillára. Azonban, hogyha még kintebb emeljük ezt az üvegcsövet, akkor bekövetkezik a második ilyen erősítési pont, tehát mindig itt duzzadó, itt csomópont, itt duzzadóhely, és így látható, hogy ez a teljes hullámhossznak a háromnegyed része. Ezt megmérve megkaphatjuk szintén a lambdát, két mérésnek esetleg lehet az átlagát venni. Tehát fontos azt hangsúlyozni, hogy külön-külön mindkét mérésből a terjedési sebesség meghatározható. Most akkor meg fogjuk mérni egyszer ezt a távolságot, és ezt a másodikat. Itt látható a kísérleti összeállítás. Tehát a hangvillát rezgésbe hozom, és megfigyeljük, hogy mikor tapasztalható a hang erősödése, és ott megmérjük, hogy mennyire emelkedik ki a cső a vízből. Ennél a pontnál, amely 32 centi, tapasztaltuk az erősödést. A kísérlet eredetileg azt írja elő, hogy a második erősítési pontot úgy határozzuk meg, hogy további emeljük ki a csőt. Hát nekünk nem volt ilyen magas csövünk, ugye ahhoz nagyon magas tárolóedény kellene, hiszen hogyha az első erősödési pont 32 cm-nél tapasztalható, akkor a második háromszor annyi, tehát 96 centinél. Úgyhogy ehhez mi itt egy másik csövet fogunk ide beletenni, és megnézzük, hogy valóban 96 cm-nél tapasztalható-e ez a második erősödés. Itt látható tehát ez a hosszú cső. Azt várjuk, hogy körülbelül 96 cm-nél halljuk az erősödést. Figyeljük, most olyan 60 centiről indulunk. Most lehet hallani az erősödést. Még egyszer. Egészen jól hallható. Nézzük meg hány centiméter, hát itt 98 centimétert látunk, ami kiemelkedett a vízből. Nézzük akkor a két mérés alapján a
hang terjedési sebességének a meghatározását. Itt látható tehát a számolás, a hangvillának a rezgés számát ismerjük, 256 Hz vagy 256 1 per szekundum. A lambda per 4-et 32 cm-nek mértük, ebből a lambda 128 cm 1,28 század méter, ismeretes a hullám sebességére vonatkozó összefüggés, megkapjuk, ha a hullámhozt szorozzuk a frekvenciával, vagyis az 1,28-at a 256-tal, így az első mérésből 328 méter per szekundumnak adódik a hang terjedési sebessége. A második mérésnél a 3 lambda per 4-et mértük 98 cm-nek, innen a lambda 130,7 cm, átváltottuk méterre, és behelyettesítettük a képletbe, így 335 méter per szekundum adódott. A két mérésnek az átlagát vettük, így a hang terjedési sebességére 331,5 méter per szekundum adódott.